Így keverik az egyik gyógykrémet a patikusok a színfalak mögött egy hónapra előre kilós mennyiségben. Jótékony hatása miatt számos termékbe kerül belőle. Fertőtlenítés, meg hűsítő is, úgyhogy megszárító. A vásárlók ebből a műveletből általában semmit nem látnak, de most bárki megnézhette, mert nyílt napot tartottak több szombathelyi gyógyszertárban. A Patika nap alkalmából rendezett ünnepségen a város polgármestere köszöntötte a szakma képviselőit. Leszögezte, hogy bár van rá lehetőség, szerencsés, ha a betegek nem patikán kívül szerzik be az orvosságot. Cipőt a cipőboltból, hát akkor gyógyszert, meg a gyógyszertárból szíveskedjenek venni. Egyébként ez valamikor 2007-8 környékén a Patika törvénynek, a Patika liberalizációs törvénynek a tárgyalásakor egy interpellációnak a címe volt. 15. éve szerveznek Patika napot országszerte, Vas megye most először csatlakozott a kezdeményezéshez. Az elején az volt a cél, hogy minél többen betérjenek a patikákba, lássák, hogy milyen felelősségteljes munkát végeznek a gyógyszerészek, bele lehet nézni a belső munkákba, laboratóriumokba, és 3-4 éve, hogy egy évre szól már tulajdonképpen, Patika naptól Patika napig tart, és mindig egy témát ölel fel. Idén a légúti megbetegedések megelőzésébe és kezelésébe próbálnak hatékonyabban bekapcsolódni a patikusok. Nem véletlenül az évi 60 millió gyógyszerész beteg találkozás indokolja, hogy az egészségügy kiaknázza a kezükben lévő lehetőséget. Segítsék a betegeket, hogy vannak olyan módszerek, amikkel ők is segíteni tudnák a dohányzástól a leszokást, és ezáltal a légúti betegséget, a tüdődaganatos betegséget, az asztmát és a COPD-t, mint az egyik legnagyobb gyilkosnak a előfordulási valószínűségének a csökkentésében jelentős szerepük lehet. A gyógyszer nagykereskedőket érintő közelgő változásról tartott ismertetőt Feller Antal, majd az orvoskamara képviselője köszönte meg a patikusoknak az együttműködést.